Köszöntöm kedves nézőinket! Miske újratelepítésének 300. évfordulóját ünnepli a község. Ez alkalomból búcsúra és érseki szentmisére várták a helyieket. A templomban emléktáblát is avattak a szlovák nemzetiségi lakosok tiszteletére. Megtelt a miskei katolikus templom pacsora hívekkel, mikor is Mihály napja alkalmából a hagyományokhoz híven búcsúra és szentmisére várták a helyieket. A mostani rendezvény azért volt különleges, mert a község az újratelepítésének 300. évfordulóját ünnepli. 1719. március 12-én szól egy alapító okirat erről a tényről, de mi úgy gondoltuk, hogy a búcsú napján ünnepeljük ezt a nagyon fontos évfordulót, és ekkor a templomban egy emléktábla avatására is sor került, amit a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat állítatott. Egy gyönyörű, szép felirat van rajta, és a hálás utókor emlékezett meg erről az évfordulóról. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy köszönettel tartozunk az évszázadok során a katolikus egyháznak, az érsekeknek. Ugye gróf Csáky Imre érsek telepítette be azokat a családokat, akik az 1719-ben ide kerültek, 30 családot telepített be, ebből 16 szlovák család volt, és a többi pedig vegyes. Észrevették annak idején ugye a katolikus egyházban szolgálók, az érsekek és a ott lévő papok, hogy Miske területén nagyon jó földek vannak, amiket meg lehet művelni, és ezért úgy gondolták, hogy érdemes ide telepíteni embereket. Ezt be is bizonyította az évszázadok során a település. A mezőgazdaságból éltek főleg az emberek, meg élnek is, és én úgy gondolom, hogy a település egyre jobban fejlődött, tehát az 1900-as évek elején több mint 4000 ember élt már itt. Sajnos az elmúlt időszakban azért csökkentek a létszámok, és most olyan 1700-an vagyunk. Ennek a szlovák vagy tót lakossági része az nagyon kevés, ilyen 1-2-3% már, tehát nem nagyon kevesen beszélik a tót nyelvet, és sajnos a fiatalok nem vitték tovább, vagy csak nagyon kevesen tudják. Viszont az idősek között még megtalálható olyan, aki az ételeket is tudja még készíteni, sőt, süteményeket, kalácsokat. Ezekkel is kiemelkedik a brána, amely a lakodalmaknál volt fontos szerepe. Egy olyan kalács, amelyben az összefonódás jelképezi, tehát összefonódik a kalácsban a maga a kalács ezt jelképezi, és ezt a lakodalmakkor rakták fel annak idején a jelzésére, hogy összetartozik ugye most már a férfeleség. Tehát ez a hagyományok őrzése, ez nagyon fontos volt Misként. Délelőtt egy érseki mise volt a templomba, ahol közben bérmálás is lezajlott, és a Szent Mise végén, amit érsek úr celebrált, akkor az emléktáblát felavattuk, koszorúzás volt, és ennek az ünnepi rendezvénynek a lezárása pedig este 20 órakor egy gyönyörű tűzijáték volt, amivel úgy gondoltuk, hogy megemlékezünk ennek a jeles évfordulónak az emlékét. Miske működésében miért fontos a hagyományok ápolása, a régiek felevelítése? Miske életében ez nagyon fontos. A Rozsdalink Hagyományőrző Együttesünk ezt a hagyomány folytatást csinálja. Hál' Istennek a vezetőjük Provászka János és a felesége Szilvia ezt nagyon fontos dolognak tartja. Mind a ruhákat felfrissítik, tehát most is az ünnepi megemlékezésen gyönyörű miskei ruhákban jelentek meg. Miske mindig nagyon fontos volt a ruháknak a viselése, és az is nagyon fontos volt, hogy korosztály szerint. Tehát korosztály szerint mindenki más kellett, hogy viseljen. Tehát nem lehetett az, hogy valaki csak egyfélét visel, hanem ha fiatal, közepe, vagy középkorú, vagy idősebb, azoknak mind külön más ruhájuk volt, és ezek gyönyörű, szép ruhák voltak. Fiatalok érdeklődnek a régi hagyományok iránt, mit vesztek észre? Hát, mint mindenhol azért a fiatalok inkább a telefonokat, meg az internetet, meg egyébeket nézik, de én úgy gondolom, hogy azért vannak nálunk is, akik fiatalok családokban, és a néptánc együttesünkben meg is találhatók azok, akik vannak, és emellett még azért vannak, akik a Miske történetével is foglalkoznak, ugye ez is jelzi, hogy a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat által kiadott kiadványban a Lakatos Éva nevét kell, hogy említessem, gyönyörű, szép
kiadvány készült, és abban azok az adatok, amik szerepelnek, azok az információk, amik a községről szólnak, azok nagyon fontosak számunkra. Az emléktáblát a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat készítette el. Ez a falu 300 éves évfordulója volt, és fontos, hogy az ember tudja a gyökereit, hol született, hol élt, szeresse a tájat. Sajnos már kevés szlovák nemzetiségű él Miskén, kevesen beszélik a tót nyelvet is, többek közt én sem, viszont értem a nyelvet. Az évforduló alkalmából tartott egésznapos ünnepség tűzijátékkal zárult. Szentmisére és többek között közös imádságra várták azokat a zarándokokat a Szentháromság térre, akik részt vettek a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége által szervezett 30 éves jubileumi programon. Egymás után kétszer is megtelt a kalocsai főszékes egyház, mikor is érseki szentmisét tartottak a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége számára. A civil szervezet az értelmiséget igyekszik összefogni immár 30 éve, és nem csak hazánkban, hanem a határon túlon is. Ezt a neves évfordulót ünnepelt az Egyesület a Kárpát-medencei zarándoklattal, melynek az úti célja Kalocsa volt. A vendégeket a Szent Misén dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti főegyházmegye érseke köszöntötte a prédikációjában. Nem csak a magyarországi, hanem a határainkon túli kézből is voltak itt, nevesen Rimaszombat fölvidékről, Kárpátaljáról, Délvidékről, például Kúláról, a Kalocsa város testvérvárosából is. Nagy jelentőségű, mert hát több mint 800 ember vett rajta részt. Magyarország minden részéből voltak itt, viszik a jó hírünket, hiszen nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk. Annyian voltak, hogy nem fértek be egyszerre a székesegyházban, ezért két szentmisét mutattunk be egymás után. Mind a kettőn én prédikáltam. Szándékom az volt, hogy ugyanazt mondtam el, hogy nehogy valaki azt mondja, hogy na, egyiknek mást mondtam, de aztán mégis kettő lett belőle, mert a második csoport, amely később érkezett, az sok határainkon túli magyar embernek a csoportjából tevődött össze, és hát ott egyfajta ilyen összetartó és haza magasba, Illyés Gyulát idézve, gondolattal indítottam, hogy így határainkon átívve is összetartozunk. Megnézték az Asztriceumot, könyvtárunkat, még ebédet is kaptak, úgyhogy az volt az általános örömük, hogy nagyon jól sikerült a találkozó. Én is szívből örültem, mert azt hiszem, ilyenre ritkán kerül sor. Az Értelmiségiek Szövetsége jött, az köztudott, hogy ilyen műsorokra mindig kevesebben mennek, mint például a szórakoztatóra. Tehát amíg a világ a világ, a matematikai klubokban sokkal kevesebben lesznek, mint teszem azt a bowlingpályákon. Ugye? Tehát amikor azt mondom, hogy 800 főnél is több jött a Keresztény Értelmiségiek Szövetségéből, akkor azt mondhatnám, hogyha mondjuk focimesre átfordítanám, hogy 8000 ember volt itt. Úgyhogy ezért ez nagy jelentőségű. Mi volt az üzenete a Szentmisének? Miután 30 évesek, egyrészt háladás, másrészt az, hogy mi a Keresztény Értelmiségének a feladata. Ez korábban ismeretlen volt Magyarországon a kommunizmus éveiben, mert a tudományos szocializmus csak marxista és materialista alapon álló tudósokat ismert el. Olyat elfogadtak, hogy na, hát van egy Kodály Zoltán, egy öveges professzor, hát aki úgy mellesleg azért vallásos is, de úgyhogy ilyen hitvalló módon a kettő együtt legyen. Gondolok én itt egy Csókai professzorra, ugye, aki világbravúrt hajtott végre a műtétjével, de ugyanakkor megvallotta keresztény katolikus ember, ilyenre nem volt példa az elmúlt évtizedekben, és ilyeneket szeretnénk azért minél többet. Tehát ez volt az üzenet. Az alapító atyát,
dr. Csanád Béla professzort jól ismertem, egyrészt tanítványa voltam, az utolsó idejében én kollégájává lehettem, sokszor beszélgettünk, és megtudtam, hogy a tanszékén utódjának szánt engem, de hát az élet úgy hozta, hogy karocsai érsek lett belőle. A katolikus egyháznak milyen szerepe van a Keresztény Értelmiségi Szövetség működésében? Hát nem tartozik közvetlenül a püspöki kar alá, mint például, mit tudom én, a plébániák, de szoros kapcsolata van vele, hiszen a vezetője pap, bár a keresztény értelmiségiek közé nem csak katolikusok, hanem másfélék. Tehát ilyen szellemi rokonság. Lehetne ezt úgy mondani, mintha én a Tudományos Akadémiának különböző szekcióit összevenném, hogy nem alulfelülrendelt viszonyban vannak, de biztos, hogy aki a műemlékekkel foglalkozik, azért az nem áll távol attól, aki mondjuk kutató munkát végzett a Tudományos Akadémián. A szombati programnak egyik része volt az, hogy közös áhítat volt itt a Szent Háromság téren. Ennek mi volt az üzenete? Ők mindig ilyen litániával, áhítattal fejezik be, és miután a misére se fértek be egyszerre, egyszeri végző áldást se tudtam volna adni. És kapóra jött, hogy na hát akkor áldjuk meg a Szent Háromság szobrot, amit viszont már hirdettünk előtte egy nappal, kettővel, mert ez egy hirtelen jött ötlet volt, viszont voltak rajta kalocsaiak is. És akkor azt a litániát, amit egyébként szoktak énekelni, október nálunk Szűz Mária hónapja is, azt elénekelték himnusszal egybekötve, ilyen keresztény nemzeti szellemben zártuk le azt a délutánt. Érsekor lassan látjuk a végét a munkálatoknak. Hogy érzi, amikor kimegy ide a Szent Háromság térre? Alakul már a dolog? Hát ezt a vak is látja, szokták mondani. De aki eljön ide is, mondjuk fél órát elidőz, hogy milyen aprólékos munka ez. Hát ugye abban a tűző napban ezek az erdélyi emberek olyan hősiesen a 35 fokokba tették le, mert lehet látni, hogy ugye ilyen élére állított téglákat, ami ki fogja bírni a legnehezebb autónak a nyomását is, hogyha bejön, mert mondjuk be kell jönni a térre. Tehát ne forduljon az elő, én most nem akarok itten cinikus lenni, mint hogy volt olyan, hogy megcsinálták, és az első teherautó itt tönkretett a városba. És ezt nagyon megalapozni, és nagyon alapossá tenni. Például volt egy ilyen gigszer, hogy mikor tették le a kandellábereket, egy olyan roncs teherautóval jöttek, hogy ilyen tenyérnyi olajfoltokat, én nem is tudom, hogy lehet ilyet kiengedni az utcára, hagyott, ki kellett szedni a lekötött köveket, ki kellett szedni, mert az el nem távolítható másként. Tehát fogalma sincs arról, aki itten mindig, hogy ő majd megcsinálná meg jobban. Én 3 nyarat dolgoztam kőművesekkel, és minden helyemen, de szinte ilyen predestinált módon építkezéssel foglalkoztam minden helyemen, káplakoromtól, és mondom, 3 nyarat dolgoztam, sőt, maszek mellett dolgoztam, aki hajtott úgy, mint a igáslovat 10 órában maltert keverni, meg hányni. Tehát én még most is 70. éven felé közeledve fölvenném azokkal a versenyt, akik kritizálnak. Ezt el kell mondani, mert hogy így mondjam, nyáron is hordtam sódert otthon az udvarunkba, talicskával, és nem is akármennyit. Tehát ezeknek az embereknek fogalma sincs róla, hogy ez mibe van. Ugye előtte még meg kellett csinálni a régészeti munkákat, oroszokkal vagyunk azóta is vitába, aztán hát itt volt a mérnöknőnek a 1 éves teljes kiesése szinte, ezt nem lehet átadni másnak, ha van egy terv. Úgyhogy, de hát akik idejöttek, azt mondták, hogy szép. Hát szépen meg fog az is újulni a hátra maradt rész is. És ami a templom körül van, az még kicsit várat magára, mert ott olyan romkertet akarunk, vagy sírkert, romkert, így szokták ezt mondani, ami a múltat elevenné teszi. Hát ez most már szinte követelmény, hogy ha lehet, akkor
ne csak a jelent lássuk, hanem lássuk a múltat is. És erre kéne büszkének lenni a kalocsiaknak. Egy igazán különleges koncertnek lehettek tanúi azok, akik részt vettek a Kalocsai Döttátus együttes jubileumi koncertjén az Érsekertben. A rockzenekar fennállásának 30 éves évfordulóját ünnepelte. Wicked as she can be, spite of her you. She wants what she wants and that's what she gets. In time style, you live in her bicycle tongue. Angelic smile. Beast in a beauty, something you can never break. Beast in a beauty, something she could never trade. Beast in a beauty, something you can separate. Beast in a beauty, it's what I mean for. A woman that you love to hate, hate to make her wait. Cause she's a nonsense to resist. You try to be a slave. Seems like a child, waits like a queen. That's a born in that. Can't predict when she turns into hell incarnate. Beast in a beauty, something you can never be. Beast in a beauty, something she could never trade. Beast in a beauty, something you can separate. Beast in a beauty, yeah. Beast in a beauty, something you can never be. Beast in a beauty, something she could never trade. Beast in a beauty, something you can separate. Beast in a beauty, come on, let's go. Az idei Paprika Fesztivál egyik legérdekesebb és mondhatni a legjobban várt programja volt az a koncert, ahol sok-sok év után újból együtt zenéltek a Tátusz tagjai. Beros András, a Bányai testvérek és Boda Gábor fogott hangszert azért, hogy ismét elvarázsolja a közönségét. A saját számok mellett természetesen feldolgozásokat is hallhattak az érdeklődők. 30 évesek vagyunk, és érdekes, hogy pont a 30. Paprika Fesztiválon. Hát lesz érdekesség, olyan feldolgozás, ami nagyon közel áll hozzánk, hogy annyira feldolgoztuk, hogy az már szinte kicsit a magunkénak érezzük. Remélem, hogy felismeri a közönség, bár rendesen átalakítottuk. Ez egy George Harrison dal, majd bemondom még. Be tudnál azonnal mutatni a csapatodnak a tagjait, illetve tudnál róluk pár szót mondani, illetve magadról, akik esetleg nem ismernek titeket? A csapattagok, dobon Dr. Beros András a dobnál hátul, a basszusgitáron Boda Gábor, ritmusgitáron Bányai Csaba, én pedig Bányai Zoltán vagyok, ének és szóló gitár. A kezdetek óta ti így együtt zenéltetek végig, vagy hogy jött ez az egész, hogy összeálltok, hogyan alakult a zenekarnak a sorsa a kezdetektől? El tudnád nekünk mondani? Teljesen baráti alapokon indult az egész, ugye mondjuk öcsém később csatlakozott a zenekarhoz, De tulajdonképpen ugyanazok a tagok vannak a mai napig. Tehát csak érdekesség, hogy aki most dobol, ő eredetleg gitáron kezdett, akkor egy másik dobosunk volt, aztán hát átigazolt a dobra. Először basszusgitár, és először ritmusgitáron, aztán basszusgitáron, és végül dobon kötött ki. Tehát lényegében alapító tag. Mindenki, mondhatjuk azt, hogy mindenki. 30 éve együtt vagytok, azért ez elég sok idő, merre jártatok, merre léptetek föl, milyen nagyobb mérföldkövei voltak az együttesnek? Régen nagyon sokat mentünk ugye az egész országban, de most éppen is talán azért érdekes ez a fellépés, mert 4 éve nem játszottunk már, mindenki elég elfoglalt volt, és akkor most azért erre a 30 évesre felkészültünk egy kicsit, legalább egy órával. De hát mindenki elég elfoglalt, úgyhogy mostában nem sokat megyünk, 1-2 koncertet esetleg az évben, de igazából ennyi.
Esetleg van valami, hova a közeljövőben játszani fogtok, vagy mert mondta, hogy már rég nem zenéltetek, de van-e tervben valahol valami? Nem igazán vannak tervek. Ez is éppen elég volt nekünk most, hogy felkészüljünk, őszintén szóval. De reméljük, hogy kapunk meghívásukat, akkor elmegyünk szívesen akár. Attól, mert még így nem szoktatok felépni, azért gondolom, ezt is szoktatok járni így zenélgetni, mennyi időközönként, a mai napra hogyan készültetek föl, mennyi munka előzte meg a mai napot? Hát kellett, el lehet képzelni, hogyha 4 éven keresztül nem játszottunk, akkor én mondjuk zenéltem egyedül, de többieknek azért ez nagy kiesés volt. Úgyhogy a nyarat erre kellett szánnunk, hogy azért úgy egy héten egyszer legalább összejöjjünk. És persze mi mindig híresek voltunk arra, hogy tehát egy barátok vagyunk, és akkor nem csak a zene van ott, mindenféről beszélgetünk, meg jó, hogy látjuk egymást egyáltalán. Úgyhogy, de a nyár kellett hozzá. Look as you are, see the love that is sleeping. My body charged and me weep. I look at the floor and I see it needs sleeping. Still my body charged and me weep. Look at the world and I know this is turning. Why like it's urgently weak. And you need to be more surely be learning. Still like it's urgently weak. I don't know how. I told you how to unfold your love. I don't know why nobody told you. They bought and sold you. Diverted, yeah, was a purchase. I don't know how you were inverted. You were perverted. Ever.
Everyone has left before the ghosts arrive in town. The rivers flow no more, there's no seed in the ground. The last man standing here with my army of regrets. If it can get worse, let's go as bad it gets. I gotta chase him! Face him! I gotta chase him! Chase him all the way! And on John territory, ready hide away. Just when you think you're safe, they'll turn up at your gate. They're claiming their reward of love, forgotten deed. They'll make you one like them so they can rest in peace. I gotta chase them. I gotta face them. I gotta chase them. Chase them all away. They're all under the ground. Still they come back round. They're all under the ground. 6 feet under. Goes down. They're all under the ground. Still they come back round. They're all under the ground. 6 feet under. 6 feet round. 6 feet under, goes down, roll under the ground. Still they come back round, roll under the ground. 6 feet under, goes down, roll under the ground. Still they come back round, roll under the ground. 6 feet under, goes down, roll under. Still they come back round. You're all under the ground. 6 feet under. 6 feet under. 6 feet under. Goes down. Kedves nézőink, köszönöm, hogy velem tartottak. Kulturális magazin műsorunkkal és új témákkal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Addig is vigyázzanak magukra, viszontlátásra!